Sok szeretettel köszöntök mindenkit újra ezen a csatornán keresztül. Polgármester úr kért meg, hogy újra adjak egy tájékoztatást a jelenlegi aktuális helyzetről, a COVID negyedik hullámáról, amiben most benne vagyunk. Most külön videóban kerül sor az én tájékoztatómra és polgármester úr tájékoztatójára, és ezen gondolkozva felmerült bennem, hogy milyen jó helyzetben van polgármester úr, amikor ő a faluban történő fejlesztésekről tud beszámolni, és jó hírekről, és ezzel szemben enyém a fekete leves, és nekem kell a sajnos minket körülvevő rossz hírekről és nehézségekről beszélni. Azt gondolom, hogy mindannyian látjuk és tudjuk és tapasztaljuk, hogy a magyar egészségügyi rendszer nem a világ legfejlettebb, legstabilabb és legjobban szervezett rendszere. És sajnos ez a világjárvány, ez oda csapott még ennek a amúgy sérülékeny és többsebből vérző rendszernek egyrésztről a tavalyi évben, ugye tavaly ősszel, a második hullám alatt idén tavasszal, és sajnos azt kell mondanom, hogy már idén ősszel is kezd kritikus állapotúvá válni a kórházaink állapota és az ellátási lehetőségek. Sajnos ott tartunk, hogy jelenleg már több mint 32 ezer emberéletet követelt ez a járvány. Jelenleg naponta több mint 10 ezeren betegszenek meg ebben a fertőzésben, és sajnos több mint 100 haláleset köthető a COVID fertőzés szövődményeihez. Az én szomorúságom az, hogy ezek jelentős része vagy egy része biztosan megelőzhető lett volna, hogyha picit jobban odafigyelünk, hogyha egy kicsit másképp rendezzük a szabályrendszerünket, és másképp állunk hozzá ehhez az egész COVID kérdéshez, pandémiához. Mi egészségügyi dolgozók már szeptember óta kongatjuk a vészharangokat, hogy újra baj lesz, újra probléma lesz, és megint a teljesítőképesség határára fog kerülni az ellátórendszerünk, de sajnos nem hallgattattak meg a mi vészkiáltásaink, és belesodródtunk egy újabb, nagyobb, komoly járványba, és nagyon sok beteget kell ellátnunk, kezelnünk újfent. Mi a helyzet itt Verőcén? Egy picike kitekintés a saját környezetünkbe is. Itt annak ellenére, hogy nagyon sok COVID-beteg van, ennek ellenére viszonylag jó helyzetben vagyunk. Súlyos beteg szerencsére most még nem volt ebben a hullámban. Néhány beteget kellett kórházba küldenem, de ők is jól vannak. Lélegeztetőgépre még senki nem szorult. Úgyhogy itt egy picikét jobb a helyzet, mint azt gondolom, mint országosan. Köszönhető ez annak is, hogy Verőcén a felnőtt lakosság átoltottsága egész magas, 80% fölötti, illetve hát én azt látom, hogy azt gondolom, hogy talán egy picit felelősségteljesebben is viselkedünk. Múlt héten voltam a művelődési házban, amikor bemutatásra került a LIMESZ projekt, a római őrtoronynak a rekonstrukciója, illetve ez hogy fog kinézni, és nagyon büszke voltam a verőcélyekre, hogy mindenki maszkban ült és próbált távolságot tartani, és tényleg mindenki kezet fertőtlenített, mikor beérkezett a művelődési házba. Ezek azok a apróságok, amelyekkel tudunk tenni ez ellen a járvány ellen. Miért mondom azt, hogy szomorú vagyok, vagy miért mondom azt, hogy lehetett volna ezt másképp csinálni, vagy másképp kellett volna csinálni? Szeretnék bemutatni egy ábrát. Ez nem újdonság, ez egy régi ábra, régen használják ezt, például fertőzések lefolyásának, a megfékezésének az egyik modelljeként, hogy hogyan tudunk egy járványban például fékeket rakni. Ezt úgy hívják, hogy svájci lyukas sajtmodell. Ugye ennek az a lényege, hogyha van egy sajtszeletünk, ezen keresztül próbálnak, vagy kell a vírusoknak mondjuk átjutnia a lyukakon keresztül, hogy elérjék az embereket. Ugye minden sajtnak más nagyságú, méretű és más elhelyezkedési lyukai vannak.
Így, hogyha egymás mellé rakunk ilyen sajtokat, ezek gátak, akkor ezek minél több van belőle, annál nagyobb valószínűséggel fogják tudni megfékezni adott kis vírus részecskéknek vagy vírusoknak az átjutását. Hogyha nem rakunk be kellő gátat, vagy csak egy gátat használunk, mert azt mondjuk, hogy a vakcinák azok például elegendőek a járvány megfékezésére, akkor sajnos a vakcinák sajton, a vakcinák gáton ezek a vírusok át fognak tudni jutni, és egy komoly fertőzést tudnak annak ellenére véghez vinni, hogy amúgy a vakcinák jók, biztonságosak, hatékonyak és alkalmasak a járvány terjedésének a fékezésére. Viszont, hogyha eljutunk egy olyan szituációba, és azt gondolom, hogy sajnos már közel itt tartunk, hogy ezek a vírusok átjutottak a gátakon, és már nem a bal oldalon, hanem a jobb oldalon már elérték a családokat, a mikroközösségeket, akkor rakhatunk be további gátakat, ezek mindenképpen hasznosak lesznek, viszont azokban a mikroközösségekben már nem fogjuk tudni megakadályozni a vírusnak a terjedését. Jelenleg több mint 100 000 aktív fertőzöttről tudunk az országban, valószínűleg több 100 000-ről nem tudunk, tehát ez azért azt jelenti, hogy több 10 000, 100 000 családban ott van a vírus, és sajnos fog problémákat okozni nekünk a közeljövőkben, közeli hetekben. Mint ezen az ábrán is látszik, kétfelé osztották a lehetőségeinket, és két rétegre osztották szét. Az egyik az a társadalmi felelősség, ide én hozzátenném azt, hogy társadalmi és politikai felelősség, a másik pedig az egyéni felelősség. Ha megnéznénk, kiragadnék néhány példát ezekből a lehetőségekből. Ugye, tekintsünk a vakcinákra például, erről majd fogok picit részletesebben is beszélni. A vakcinák kérdésében társadalmi politikai felelősség, hogy legyenek elérhető vakcinák, minél jobb minőségű vakcinák legyenek, minél több, mindenki számára ez legyen könnyen elérhető. Viszont ehhez társul egy egyéni felelősség is, hogy nekünk állampolgároknak, felelős állampolgároknak el kell mennünk egy oltópontra, hogy beoltassuk magunkat, mert enélkül nem fog tudni működni a rendszer. Következő ilyen kis sajtszelet lehet a karantén, izolációs és mindenféle korlátozások. Ugye az első hullámban nagyon komoly karantén szabályokkal dolgoztunk, piros cetli kim volt a házakon, sajnos mára már ez elolvadt, és a társadalmi felelősség helyett az egyéni felelősségbe csúszott át. Tehát manapság, hogyha valaki COVID-beteggel találkozom, én azt javaslom neki, hogy 10-14 napig legyen otthon karanténban, de ez az ő felelőssége lesz, hogy ő otthon marad-e, vagy pedig szabadon megy, jár kell, boltba megy, vagy valahova máshova elmegy. Vannak olyan országok, ahol ezt olyan komolyan és szigorúan vették, hogy egy GPS-es nyomkövető boka perecet raktak a COVID pozitív betegekre, és egy applikációval, egy alkalmazással figyelték az ő mozgásukat, és nem hagyhatták el adott lakást vagy területet, ahol ők karanténban, ahol karanténban kellett tölteniük a 10-14 napot. Tehát ez is egy fék lehet, és ebben az országok különbözőképpen gondolkoznak és különböző szabályokat hoznak. Az állami kommunikáció és támogatás is egy nagyon fontos kérdés lehet. Látjuk azt, hogy például Angliában a 60 év fölöttiek közel 100%-a, 99-100%-a oltott, míg Magyarországon ez csak 80%, és nem igazán tudunk előrelépni. Tehát kommunikáció is egy nagyon fontos lehetőség a vírus terjedése elleni védelemben. Szellőztetésről nem szeretnék most különösebben beszélni. A következő lehetőség a gyors és hatékony tesztelés, és ennek következtében az izolálás. Sajnos Magyarországon ebben a kérdésben is nagyon rosszul állunk. Ha csak azt mondom, hogy most nekünk az egyetlen és hivatalos tesztpontunk az Budapesten van, ezzel azt hiszem, hogy mindent elárultam. De hogyha ehhez hozzáteszek még egy adatot, hogy Ausztriában, a szomszédos országban, eddig
közel 10 millió lakosra 105 millió tesztet végeztek el. Magyarországon ez a szám nem éri még el a 8 milliót, 7,95 millió tesztet végeztünk mi eddig. Ha ezt lebontjuk 1 millió lakosra, akkor azt látjuk, hogy Ausztriában 1 millió lakosra 11 tesztet, tehát minden osztrák lakosra jut 11 darab teszt, míg az a szám Magyarországon 0,86. Tehát ebből is látszik azt, hogy nagyon fontos lehet például a járványkezelésben egy ilyen féknek, egy ilyen elemnek a beépítése, és ha megnézzük Ausztria halálozási adatait, akkor azért azt látjuk, hogy míg ott az eddigi járvány alatt 11.900 emberéletet követelt a Covid-pandémia, Magyarországon 32.000-et, tehát közel háromszorosát. Sajnos ez is egy sokat mondó szám. Fontos a maszk használat is. Ugye ebben is van egy társadalmi szerepvállalás, felelősség is. Ugye jövő héttől Magyarországon is kötelező a beltereken a maszk használat. Annak sem örülök, hogy a jövő heti kötelező maszk használat alól az iskolák kivételek lettek, és az iskolai igazgatók kezébe került az ő döntés, és nekik kell konfrontálódni helyileg a dolgozókkal, szülőkkel, illetve a gyermekekkel. Azt gondolom, hogy sokkal tisztább lenne, és sokkal egyértelműbb lenne, hogyha általános és országosan egységes szabályrendszert hoznánk. Én mindenképpen maszkviselet párti vagyok iskolánkban is, bár persze ezt nagyon sűrű teszteléssel például át lehet hidalni. Ausztriában, az iskolákban egy ilyen nyalóka tesztelik folyamatosan a gyermekeket. Magyarországon is elérhető ez a fajta tesztelési módszer, tehát nem kell az orrban turkálni, nem kellemetlen, 10 percig kell szopogatni egy jó ízű nyalókát, és ebből lesz egy teszteredmény. Ez is egy járható út, de valamilyen utat én azt gondolom, hogy ki kéne lőni, ami féket tesz a rendszerben. Tehát azt látjuk, hogy ilyen lehetőségek vannak a kezünkben. Sajnos én azt gondolom, hogy későn hoztunk most döntéseket, későn raktuk be ezeket az elemeket, korábban meg kellett volna tenni ahhoz, hogy ne jussunk ebbe a szituációba, ahol most vagyunk. Menjünk egy picit tovább, és menjünk bele a részletekbe. Vakcinákról. Fölmerül az a kérdés, hogy jók-e a vakcinák, melyik vakcina jó, melyik jobb. Én azt gondolom, hogy jók ezek a vakcinák, mindegyik hatékony és biztonságos, vannak köztük különbségek. És mindenkit arra biztatok, hogy aki még nem oltott, hogy vegye fel a két oltást. Illetve most már azt kell mondanunk, hogy az oltási sor nem kettő, hanem három oltásból áll. Egy-két hónappal ezelőtt még én is picit másképp kommunikáltam, azt gondoltam, hogy ezt a negyedik hullámot sokkal egyszerűbben és sokkal könnyebben át fogjuk vészelni, de már azt mondom, hogy ki kell játszanunk minden olyan lehetőséget, ami ezt a jelenlegi járványt fékezi, és attól még, hogy van egy biztató mértékű ellenanyag szintünk, attól még lehetünk mi is COVID-betegek, és ettől függetlenül van értelme a harmadik oltás felvételének. Hogy lesz-e negyedik oltás, vagy mi lesz a jövőben, ezt nem tudjuk. Most azt gondolom, hogy érdemes ebben gondolkozni. Hogyha engem megkérdez valaki, hogy milyen oltást javaslok harmadik vagy negyedik oltásnak, én azt gondolom, hogy a legtöbb tapasztalat a Pfizer és a Moderna oltóanyaggal van. Én ezeket szoktam elsőként javasolni a harmadik oltásként. Oltóponton lehet most ezeket az oltásokat fölvenni. Vácon és Szobon van legközelebb hozzánk oltópont. Az est.gov.hu weboldalon egy időpontfoglaló felület, és ott lehet oltásra jelentkezni. A jövő héten, tehát a november 22-től 29-ig lesz egy országos oltási kampány. Itt ebben az esetben előzetes időpontfoglalás nélkül is föl lehet venni az oltást. Viszont azt javaslom, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor foglaljunk időpontot a nagyobb tumultusok és sor elkerülése véget. Itt az őszi szezon, a Covid mellett nátha
és egyéb vírusok is sajnos tombolnak és velünk vannak, és készülünk az influenza szezonra is. Itt Verőcén is elérhető az influenza oltás, tudunk bárkit oltani, úgyhogy ezt ajánlom főként az időseknek és krónikus betegeknek, de bárki felveheti ezt az oltást is. Ami még itt az őszi szezonban, őszi-téli szezonban szoktunk javasolni, ez a tüdőgyulladás elleni védőoltás. Ennek is van egy oltási sora, aki még ebből nem kapott, idős vagy krónikus beteg, nekik ajánlom ezt az oltást is, ezt beszéljük meg, hogy mikor és hogyan lenne ez esedékes. Ezek az oltások elvileg adhatók lennének együtt is, de én azt szoktam javasolni, azért egy-két hét teljen el a különböző oltások beadása között. Tesztelésről már mondtam néhány szót. Ugye az lenne az ideális, hogyha minden sarkon lenne egy ingyenes, professzionális tesztpont, ami hivatalos tesztet tud kiadni, és minimális betegmozgással, hogy például egy COVID-gyanús beteget ne kelljen Budapestre utaztassunk, vagy ne terheljük le az országos mentőszolgálatot avval, hogy minden kis náthához és minimális tünetekhez is kihívunk egy professzionális csapatot, hogy levegyék a mintát. De sajnos az a probléma, hogy nincsen. A legközelebbi tesztpont Budapesten van, ami hivatalos tesztet ad. Én egy picit azt javaslom a jelenlegi helyzetben és szituációban, hogy a patikában elérhetők antigén gyors tesztek. Ezek a gyors tesztek jól működnek, biztonságosak, hatékonyak, úgyhogy én ezeket javaslom, hogy akiben fölmerül, hogy esetleg COVID-fertőzésen esne át, csináljon egy patikai tesztet magának. Csak azt kérem, hogy ne a beteg menjen a tesztért a patikába, hanem kérjen meg valakit, hozzátartozott vagy tünetmentest, vagy ismerőst, hogy ő hozzon neki egy tesztet. Ugye azt kell ezekről a gyors tesztekről tudni, hogy ha ezek pozitív eredményt mutatnak, akkor az biztos pozitív is lesz, tehát ezt elfogadhatjuk pozitívnak. Ha negatív az eredmény, akkor ez nem jelenti azt, hogy nincsen COVID-fertőzésünk. Hogyha COVID-ra gyanús tünetek vannak, és egy negatív gyors tesztünk, akkor általában szoktunk javasolni egy PCR teszt végzését is. Ezzel tudjuk, hát ha nem is 100%-osan, de jó eséllyel kizárni azt, hogy nem egy COVID-fertőzésről, hanem valamilyen más vírusfertőzésről van szó. Mi a helyzet az orvosi rendelésekkel? Mint említettem, sajnos megint úgy érzem, hogy az egészségügyi ellátórendszer, a kórházi rendszer, a szakrendelői rendszer a teljesítő képessége határára érkezett. Megint egy inkább háborús helyzetről van szó, mint a normál napi ellátásról, és előnyt élvez az, hogy a középsúlyos és súlyos COVID betegek el legyenek látva. Ettől a pillanattól kezdve sajnos a preventív megelőző ellátásokat, a szűrővizsgálatokat, az időszakos ellenőrző vizsgálatokat, ezeket a háttérbe kell szorítanunk, és előnyt kell élveznie a tűzoltásnak, az akut ellátásnak. Ezért kérek mindenkit újfent, most megint egy ilyen időszak következik, hogy foglalkozzunk avval, ami nagyon fontos, ami halaszthatatlan, és ami valóban sürgős, és ami halasztható, azt picit halasszuk a jövő évre most már. Remélhetően ott a januári, februári, március időszak az egy picit lazább lesz, és reméljük, hogy kicsit hátradőlhetünk, és újra visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Kommunikáció. Elérhető vagyok telefonon, SMS-ben, e-mailben, Messengeren, Viberen, illetve az Erodiumnak az elrendelés modulján keresztül. Sokan tapasztalták azt, hogy telefonon néha vannak olyan napok, amikor szinte elérhetetlenek vagyunk, hiszen csörög mind a két telefon, illetve az asszisztensnőmmel, itt mind a négy telefonunk folyamatosan csörög, és közben betegeket látunk el, adott esetben rosszul létet kezelünk, beteget vizsgálunk. Ilyenkor nem tudjuk fölvenni. Vannak olyan napok, amikor van 26-28 nem fogadott hívásom is, pedig amint tehetem, ha tudom, fölveszem a telefont. Azt szeretném kérni, hogy ez az Erodim rendszer, ez a saját fejlesztésünk, ezt azért csináltuk, és úgy csináltuk, hogy a lehető leghatékonyabb és legjobban működő rendszer legyen.
ebben az elrendelés modul, ami a legjobb kommunikációs csatorna. Kérem, hogy aki teheti, az ezt használja, és akkor erre tényleg egy-két napon belül mindig válaszolunk a kérdésekre, és ami ilyen távkonzultációval, telemedicínával elintézheti, ami nem egy sürgős kérdés, azt próbáljuk meg erre a kommunikációs csatornára terelni. Előjegyzési rendszerünk továbbra is működik. Szeretném kérni, hogy aki jön hányzerűsi rendelésre, lehetőleg foglaljon időpontot magának. Így tudjuk ezt elérni, hogy egyszerre 3-4 embernek ne kelljen várakoznia a váróteremben, hogy ebben is csökkentsük a vírus terjedésének a lehetőségét. Összefoglalásképpen sajnos én megint azt érzem, hogy nagy baj van. Nem itt egy kis közösségben vagyunk, én azt gondolom, hogy sok mindent tehetünk mi is itt azért, hogy itt legalább helyben jobb legyen a helyzet. Én azt gondolom, hogy a holnaptól, illetve jövő héttől szabályszerűen ugye zárt térben kötelező maszkot viselni, ezt tegyük meg, nem kérdés. Az iskolákban is azt javaslom, az én javaslatom az, persze igazgató úr döntése lesz, hogy lehetőleg órákon is, és a folyosón is a gyermekek főként a felsőbb osztályban viseljenek maszkot. Én azt gondolom, hogy mindig sokkal jobb az, hogyha meg tudjuk tartani a tantermi órákat maszkban, mint az, hogy újra otthonról kell egy online órán keresztül tanítani a gyermekeket. Én azt gondolom, hogy ez egy kényszer, egy utolsó bástya, amit be tudunk rakni a vírus fertőzésének a megakadályozására, de ezt tényleg csak akkor használjuk, hogyha nagyon muszáj. Én azt gondolom, hogy a távoktatás az sokkal kevésbé tud hatékony lenni, mint a személyi jelenléttel történő oktatás. Azt javasolnám, hogy a tömegrendezvényeket azt megint rakjuk egy picit félre, próbáljuk meg olyan időszakra halasztani, amikor ennek sokkal nagyobb a biztonsága, és mindenkit biztatok arra, hogy oltassa meg be magát, harmadik oltással is. Ennyi lenne az összefoglalása a jelenlegi helyzetnek. Mindenkinek próbálunk segíteni, mindenkinek próbálok segíteni abban, hogyha mégis elkapná a COVID-fertőzést, akkor ezt a lehető legkisebb teherrel vagy szövődményekkel átvészelje, de nekünk is nagyon nagy felelősségünk van abban, mint egyéni felelősségünk, hogy ez a járvány mit fog hozni a következő hetekben, hónapokban. Én azt kérem, hogy vigyázzanak egymásra, és vigyázzanak magukra. Köszönöm szépen a figyelmet!